Ma este 9 órakor várhatóan több millióan követik majd élőben az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjét, amelyben a legjobb 27 ország képviselői lépnek fel. Magyarország egy háború ellenes dallal került a fináléba. A Wars for Nothing a 21. legesélyesebbnek számít a dalfesztiválon. Csemer Boglárka Bogi 22-ként lép színpadra. Szerbiát képviselő énekesnő a legrokonszenvesebb fellépő közé tartozik. Szerbia 2007-ben végzett az első helyen Vladimir Krajic szerzeményével, aki az idei dalt is írta. Ma 8-ként láthatjuk a szerb Bojana Stamenov produkcióját. Idén is sokan helyezték előadásuk középpontjába a látványos elemeket. A svéd énekes egy animációs figurával adja elő dalát, ezzel a legesélyesebbnek tartják az idei dalfesztiválon. A második és harmadik legkiemelkedőbb dal a szavazóirodák szerint az orosz és az olasz dal. A magyarokat nem tartják túl esélyesnek a fogadóirodák. Az egyik fogadó oldal több mint 200-szoros pénzt fizetne a győzelem esetén. Ez azonban nem mérvadó, mivel a tavalyi győztes sem favorizálták. Az Eurovízió történelmében eddig az írek a legeredményesebbek, 7-szer nyertek. A helyezéseket a nézők szavazatai döntik el, amelyeket telefonos üzenetben adhatnak le. Az egyes országok szavazói nem voksolhatnak saját fellépőikre.